Születésnapi bajnoki győzelem a hétfő esti fagyban. DVTK Tiszakécske 1-0. Egy büntetőből szerezte meg a vezetést még az első félidőben a házigazda, ami után hiába dominálta a mérkőzést a Diósgyőr, újabb találat már nem esett. Második tavaszi győzelmükkel már 5 pontra növelték előnyüket a pirosfehérek. Az ünnepi bajnoki első csodálatos pillanata még a stadionon kívül történt. A 10. percben ugyanis egy tűzijáték köszöntötte a 113. születésnapját ünneplő miskolci együttest. Már az első percektől kapuja elé szögezte ellenfelét a DVTK, és az első komoly lehetőség a 17. percben adódott. A beívelés után Bárdos fejesét láthattuk, a kapus által kiütött labdát Könyves tette vissza, de a kapufa a Tiszakécskével volt. Fél óra játék után először Lőrinci lövését láthatták a hideg idővel dacoló szurkolók, majd Szatmár is elvállalt egy átlövést a jeges fagyott pályán. A 33. percben pedig felélénkült a stadion, történt ugyanis, hogy a menteni igyekvő védekező Zamosnyi kezét érte a labda a büntető területen belül, 11-es. Lukács állt a labda mögé és lövésével megszerezte a vezetés csapatának. A második félidőben sem változott a játékképe, tulajdonképpen egy kapusztak a pirosfehérek, és a 65. percben Lukács lövése után járt a legközelebb egy újabb gólhoz a születésnapos házigazda. Bár játékra nem volt teljesen alkalmas a talaj, de még az utolsó másodpercek is hoztak izgalmat, ám Jurek rosszul tette vissza a labdát Lukácsnak, a visszazáró védő pedig szerelni tudott. Ez a találkozó is megmutatta, hogy mennyire dominálja a játékot a Diósgyőr, de a talaj jelentette nehézségek is befolyásolták a mérkőzés eseményeit. Ami a legfontosabb, értékes 3 ponttal gazdagodott és győzelemmel köszöntötte a 113. születésnapot Kuznyaszov Szergej edző együttese. Szinte jég volt az egész talaj, itt nem lehetett, nem mentek bele a stoplik, nem ment be semmi, szóval mértünk meccselőt, és a srácok közben is mindig nem tudtak, hogy igazából milyen cipőbe is menjenek, mert nem fogta. A fő az nagyon kicsi, a talaj az még át van teljesen fogyva. Kis szerencsével, koncentrációval el tudtuk volna kerülni a 11-est, és akár egy pontot is szerezhettünk volna. Értékelte a látottakat a vendégek szakvezetője. De alapvetően elégedett vagyok a csapattal. Ez merőben más mérkőzés volt, mint amit amióta én ott vagyok játszottunk, mert az MTK-t kivéve mindenhol azokkal a csapatokkal játszottunk, akik a hátsó régióban voltak, és ő ellenük teljesen más játékot játszottunk. Bővebb esemény összefoglalunkkal sportműsorunkban találkozhatnak nézőink.